A trianoni békeszerződés a versailles-i békerendszer részeként született meg, melyet a világháború lezárását követően egy másfél éves konferencia készített elő. A győztes antant hatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a Párizs környéki kastélyokban, ahol a négy nagy, Clemenceau francia, Lloyd George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és Wilson amerikai elnök szava dominált. A legyőzöttek képviselői nem vehettek részt a tárgyalásokon, és tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére. Csupán az 1919. júliusától születő szerződéseket írták alá. 1919-ben járunk, ugye, és elkezdődnek Párizsban az első világháborút lezáró béketárgyalások. Vajon miért nem hívták meg Magyarországot a kezdetétől? Nem csak Magyarországot nem hívták meg, hanem a vesztes államokat általában nem hívták meg senkit közülük. Az volt az elv, hogy a nagyhatalmak döntenek úgy, hogy a szövetségesnek elismert kisállamok képviselőit meghallgatják, és a szakértőikkel megállapítanak egy általuk igazságosnak gondolt döntést, vagy hoznak egy ilyen döntést, és az utód a vesztes államokkal, így Magyarországgal is ezt tulajdonképpen olyan tervezetként közölték, amelyen már érdemi változtatást nem hajtottak végre. Hogy miért döntöttek így? Valószínűleg azért, mert tudták, hogy úgyis összeegyeztetetlen a vesztes és a győzteseknek a szempontjai, tehát elképzelhetetlen, hogy Magyarország és Románia ebben a kérdésben megegyeznek, mint ahogyan később se tudtak megegyezni. Ezen túlmenően pedig Magyarországon hát valóságos polgárháborús helyzet volt, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Kormányok jöttek, mentek, és hát gyakorlatilag egy angol diplomatának kellett eljönnie Budapestre ahhoz, hogy egy olyan kormány, egy olyan koalíciós kormány jöjjön létre, amely aztán végül is képviselheti Magyarországot a béketárgyaláson. Jól mondta, itt hosszú időn keresztül, hónapokon keresztül nagyon kaotikus polgárháborús viszonyok vannak. Egyfelől a cseh, román, szerb csapatok nyomulnak egyre beljebb az országba, másfelől pedig itt forradalomról forradalomra, majd ellenforradalomra alakulnak a dolgok, és ez a bizonyos párizsi brit diplomata Clerk, akit a békekonferencia küldött 1920 őszén, azzal a 1919 őszén, azzal a céllal, hogy egyrészt az addigra Győrig jutott román csapatokat kiparancsolja az országból, másrészt pedig, hogy egy reprezentatív kormány jöjjön létre, amelyet ők el tudnak ismerni és meg tudnak hívni, hogy hát véglegesítsék a békeszerződést. Ha ez nem így alakul, akkor elképzelhető, hogy a magyar békeszerződés előbb megszületik már, akkor az előbb elfogadja, hiszen a németekkel is 1919 nyarára kész volt a békeszerződés, úgyhogy a magyarországi elhúzódott, de elhúzódott törökországi is, tehát ez a mechanizmusból következőleg. Mindeközben azért valamennyire a magyarországi politikai elit készült ezekre a béketárgyalásokra, hiszen annak ellenére, hogy nem hívták meg, azért azt tudták, hogy előbb-utóbb bekövetkezik az, aminek be kell következnie. Hogyan készültek? Már 1918 őszén fölállítanak olyan szakértői bizottságokat, térképészeket főleg, telekipálnak az irányításával, akiknek az a feladatuk, hogy arra a pillanatra, amikor ezek a tárgyalások megtörténjenek, akkor statisztikákkal, térképekkel, érvekkel tudják a magyar álláspontot alátámasztani. A tanácsköztársaság alatt ez a 19 márciusától augusztusig, ez a munka nagyjából szünetelt, de 1919. szeptemberében újra kezdődött, és a magyar delegáció nagyon nagy ilyen, hát mondjuk így, írásos anyaggal utazott ki Párizsban, abban a reményben, hogy ezeket majd tanulmányozni fogják, és az megváltoztathatja az előzetes döntéseket. Hát nem nagyon tanulmányozták, ez az igazság, de Aponyi Albertnek, a delegáció vezetőjének a 1920. január közepén elhangzott beszédétre odafigyeltek, meghallgatták, és ezért bizonyos értelemben néhányan legalábbis közülük kezdték tudomásul venni azt, hogy elrontották ezt a határkérdést, tehát olyan területeket is az utódállamoknak adtak, határmenti területeket, ahol a magyarok többségben voltak, és néhányan közülük aggódtak, hogy ebből későbbiekben majd problémák lesznek, és nagyon nehéz lesz a magyarokat pacifikálni, és az új Európa békés tagállamaivá változtatni. Ezért 1900 az Aponyi delegáció működésének köszönhetően 1920. február, március, áprilisban
ismételten napirendre tűzik a magyar határok kérdését, és a nagyhatalmak megosztanak, a britek főleg az olaszokkal együtt szeretnének etnikailag korrektebb határokat végül megállapítani, a franciák azonban nem, és a franciák mellett áll a szerveződő vagy a formálódó kisantant, a jugoszláv, román és a csehszlovák delegációnak az álláspontja is, és hát mindezek következtében érdekes tanulmányozni ezeket a jegyzőkönyveket, mert Lloyd George szinte látta ki jövővel, a brit miniszterelnök mondja el, hogy mi fog következni akkor, ha ezen most még nem változtatunk. De hát érdemi hatása nem lett a továbbiakra, hanem azt a kompromisszumos javaslatot fogadták el, hogy a békeszerződést, a határokat, meg a többi előírást is úgy hagyják, ahogy kidolgozták. Viszont egy olyan kísérőlevelet csatolnak a békeszerződéshez, amellyel azt jelzik a magyaroknak, hogy a későbbiekben esetleg mód lehet ezeknek a határoknak a módosítására. Tehát, mint tudjuk, érdemben nem volt mód. Érdemben egy helyen, Burgellánban, Sopron környékén módosult az a határ, amit 1919-ben kijelöltek. Annak ellenére ugye, hogy a formálódó Nagy-Románia Antant szövetséges volt, és volt egy 1916-ban megkötött titkos szerződés közte is az Antant hatalmak között, mégsem sikerült keresztül vinnie az eredeti tervét, mármint hogy ott húzzák meg a magyar-román határt, ahogy a román fél szerette volna. Igen, néhány ezer négyzetkilométerrel végül kevesebbet kapott Románia, mint amit szeretett volna elérni. Ez azért volt, mert az amerikaiak és az olaszok is próbáltak egy etnikailag korrektebb álláspontot képviselni. Ez a franciákkal szemben nem nagyon sikerült, de ennyiben sikerült, hogy a igényelt 93 ezer négyzetkilométer helyett 90 ezer négyzetkilométert kaptak a párciumi sávban, plusz ehhez jött a válság, amelynek kétharmadát megkapta Románia. Említette azt is, hogy döntő szerepe volt például a közlekedésnek és a vasúti hálózatnak abban, hogy például a Párciumnak a magyarok által sűrűbben lakott része mégiscsak Romániához került. Ez végül az Antant döntött így, hogy a vasútvonal maradjon Romániáé, vagy Romániának sikerült ezt kiharcolnia. Hogyan döntetett el? Ez egy Antant döntés volt. Úgyhogy az olaszok és az amerikaiak ezt a független a vasútvonaltól, ezt az etnikailag döntően magyar sávot Magyarországnál akarták hagyni, a franciák pedig ragaszkodtak ahhoz, és hát ez természetesen a románok is ezt támogatták nagyon nagy mértékben, hogy ez az úgynevezett parciumi vasútvonal, az legyen Romániáé, mégpedig a vasútvonaltól nyugatra fekvő 5-10 kilométeres magyar sávval együtt. Fölmerült az, és az amerikaiak ezt mondták is, hogy építsenek a románok új vasútvonalat. De ezzel kapcsolatban azután ezt szépen kifejtik, hogy más a helyzet akkor, amikor egy magyar-román határvitáról van szó, és más a helyzet, amikor egy jugoszláv-román határvitáról van szó. Mégpedig azért, mert Jugoszlávia ugyanúgy a szövetségesük, mint Románia. Ott egy korrekt döntést kell hozni, mint nem szabad az egyiket nagyon preferálni, a másikat pedig diszpreferálni. És hozzáteszik, más a helyzet Magyarország és Románia esetében, ahol az egyik az egy ellenséges állam, amely velünk szemben harcolt, győztünk velük szemben, és Románia, amelyet elismertek szövetségesnek. Itt azt mondják, hogy itt egyértelműen vitás kérdésekben a szövetségesnek elismert Romániát kell támogatni. Ez egyébként nem volt teljesen magától értetődő, és a konferencia elején erről voltak is viták, mert a 16-os Román Antant megállapodásnak van egy olyan klauzulája, hogy ez a szerződés akkor és addig érvényes, amíg Románia nem köt fegyverszünetet. Ha fegyverszünetet köt az ellenséggel, vagy pláne békét, akkor a szerződés érvényét veszíti. És a román diplomácia és a politika, amely mindig nagyon furfangos volt, vagy ügyes volt, ezt úgy próbálta ezt a helyzetet megoldani, hogy a parlament elfogadta ugyan a fegyverszünetet és a békeszerződést, békét írtak alá a központi hatalmakkal a németek 1918. májusban, de a király soha nem írta alá. És a románok erre hivatkozva azt mondták, hogy ez nem érvényes. Tehát ők valójában az nem tekinthető egy érvényes okmánynak, ennek következtében a békeszerződés érvényes. Erről volt egy kis vita, vagy egy nagyobbacska vita mondjuk az Antant hatalmak között. Például a francia Clemenceau is ezt nagyon sérelmezte.
Mert a szerbek valóban megverték őket, de nem kötöttek fegyverszüntetés békét, hanem visszavonultak Korfu szigetére, és aztán utána onnan jöttek a szövetségesekkel. Románia nem. Romániát megverték, ugye betört Erdélybe, utána megverték, visszavonult, fegyverszünet, béke. És az utolsó percekben, tehát a háború végén fordított ismét asztalt, és a Aliber... Gyakorlatilag alig néhány nappal igen. A végleges fegyverletétel igen. előtt. Igen. Henri Berthelot tábornoknak, a Dunai francia hadsereg parancsnokának az aktív közreműködésével végül Románia aztán szembefordul ismét a központi hatalmakkal, és így úgy fejezi be, mint az Antal oldala, mint szövetséges. Úgyhogy ez egy kicsit jogilag problematikus volt, de végül túltették magukat ezen. Nagyon sokféle spekuláció övezi például a lobbizás kérdését Párizsban. Ugye tudjuk, hogy magyar részről is megpróbáltak eljutni különböző antantországoknak a diplomáciai apparátusához, Teleki Pál is aktívan részt vett a lobbizásban. Ugyanakkor tudjuk, hogy román részről is elég aktív volt ez a lobbizás, Mária királyné is bekapcsolódott Bratianújék mellett, stb. Mit tud erről mondani, hogy vajon a magyar résznek miért volt annyira sikertelen a lobbizása? Hát a többi sikertelen volt, tehát nem mondhatnám, hogy Mária királyné bármiféle nagy eredménnyel tért volna vissza, vagy például ezt az emlékiratában Vajda Vojvod is elismeri, ugye ők meg beléptek a szabadkőműves páholyokba, abban a hiszemben, hogy azzal javítani fogják a pozícióikat, és hát ugye nem ismerünk minden szálat, hogy ki, mivel, mikor, hogyan, de azért az amerikai, brit, a francia diplomatáknak is vannak följegyzései erről a lobby tevékenységről, például Mária királynénak a működéséről is, és körülbelül az jön le ezekből a feljegyzésekből, hogy területi kérdésekben nem engedték, hogy beleszóljon. A franciák nagyon nagy ünneplésben részesítették, és ugye a latin kultúra keleti bástyája, amit lehet, mindent megkaptak, de érdemben én nem láttam, tudnék, ez azt hiszem a Mária királyné, hogy májusi körülbelül látogatása, addigra a román-magyar határ kész volt, és ezzel nem változtattak. És nem változtatott rajta az sem, hogy 19 őszén a román hadsereg egész Tiszántúlt elfoglalta Antant jóváhagyással, majd elment Győrig. Ettől függetlenül a román hadsereget kiparancsolták, és azt a határvonalat kapta Románia, nem azt, amiben 16-ban megállapodtak, hanem azt, amiben a békekonferenc 1919. márciusra megállapodott. Ehhez ragaszkodtak. Ez májusban a legfelsőbb tanács jóváhagyta, nem volt rajta változtatás. Tehát ezek a határok nem lobby tevékenység alapján alakultak ki döntően. Hát itt ugye, ami a román-magyar határt, illetve Erdély hovatartozását illeti, itt a demográfiai fölény az egy alapvető tényező volt. Tehát a románok akárhogyan számoljuk, több mint 50%-át tették ki ennek a területnek, a magyarok meg valamivel több mint egy 30-valány százalékát. Tehát akkor is kisebbségben voltak már. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog az volt, hogy a háború szereplés, amiről beszéltünk. Tehát a Románia hosszas habozás után 1916-ban az Antant oldalán lépett hadba, mert azt gondolta, hogy az Antant fog győzni. És akkor úgy nézett ki, hogy ennek az a következménye, hogy Beszarábiát nem fogja megkapni, mert hát Oroszország és az Antant oldalán harcol, de Erdélyt megkapja. Ezt is ígérték neki. Volt egy olyan lehetőség is, hogy a központi hatalmak oldalán lép be, akkor Beszarábiát kapta volna ígéretként a központi hatalmaktól. Az, hogy mind a kettőt meg fogja szerezni, ez a román diplomáciának egy óriási fegyverténye, de ehhez Oroszországnak meg kellett buknia, illetve bolsevista forradalom kellett, hogy abba a helyzetbe kerüljenek, hogy ez is meg lehet, meg Erdély is meg lehet. De minden esetre meg lett, és ez a óriási fegyverténye volt a román diplomáciának. Úgyhogy azt mondanám, hogy az első dolog az volt, hogy demográfiai fölény, a második dolog a háborús szereplés, ahol Magyarország folyamatosan a potenciális vesztes oldalán van, Románia a győztes oldalán van, közben egy kicsit a vesztes oldalán, majd a végén is, mint a győztes oldalán. Ezek voltak a döntő tényezők, és hát ha a lobby tevékenységre gondolunk, itt ha az ember Kolozsváron sétál, látja azt, hogy Henri Berthelot utca. És ez indokolt, mert ez a francia tábornok nagyon sokat segített a román hadsereg felszerelésébe. Vagy azt mondja, hogy Emmanuel de Marton utca, aki a francia békelőkészítő bizottságnak a geográfusa volt, földrajztudós, többször járt Erdélyben, sok román barátja volt,
és hát az anyagok, amiket gyártott, az ezt a szellemet tükrözték nagyjából. Úgyhogy itt azt mondanám, hogy ez nem egy 19-es lobby tevékenység, hanem ennek van egy hosszabban visszanyúló története is, amely történetben a magyar nemzetiség politika általában negatív megítélést kapott, és nem alap nélkül. Tehát 1867 után bármennyire is szeretjük mondani, hogy a 68-as nemzetiségi törvény liberális szellemű volt, ez igaz. De egyetlen nemzetiséget nem ismert el kollektív entitásként, és például a román nacionalizmus vagy román mozgalmaknak már a 19. század közepe óta alapvető törekvése volt az, hogy az a terület, ahol ők vannak többségben, ott ők közigazgatási, kulturális, politikai autonómiát kapjanak. Az ilyen követeléseket román, csehszlovák minden vonatkozásban a magyar politika lesöpörte az asztalról. Ezt nyugaton tudták, figyelték, és még a barátaink is elfordultak ettől a nemzetiségi politikától, Nagy-Britannia például, ahol 1848 után évtizedeken át nagyon szép presztízse volt Magyarországnak. Tényleg a kelet-európai demokrácia bajnokának gondolták. És aztán Seaton Watsonnak és Steednek a működése egy nyomán, akik eljönnek ide, románokkal beszélnek, látják, hogy mi van, kezd megváltozni a brit közvélemény ezeknek az újságíróknak, illetve a történészeknek a hatására. De ugyanez van más irányban is. Úgyhogy a presztízsünk rossz nekünk a háború indulásánál, és a nyugati közvélemény, demokratikus közvéleménynek nincs jó vélemény a magyar nemzetiségpolitikáról, és ennek van némi alapja. Ugye Apponyi Albertnek a híres beszédét is a párizsi békekonferencián ugyanígy negatívan ítéli meg a közvélemény, hiszen többek között a kultúra magyar népnek a kultúrfölényével érvel. Igen, ez egy, hogy úgy mondjam, nem szép dolog az, hogyha egy ember, vagy akár egy nemzetnek a képviselője önmagát dicséri. Sokkal szebb, hogyha mások dicsérik. Tehát ezt ugye igen, mert kultúrfölény. Persze a magyaroknak az iskolázottsági mutatói jobbak voltak lényegesen, mint a románoké. De halkan hozzáteszem, a szászoké még jobbak voltak, a zsidók még annál is jobbak voltak. Tehát ez a magyar kultúrfölény, ez bizonyos szempontból ez mondjuk létezett, de miért létezett? Tehát ugye itt sok mindenről szó van, hogy az állam mikor, kinek, milyen iskolákat épít, vagy az egyházak miket csinálnak. Tehát nagyon sokára válik ugye a román egyházak, és nem is válnak igazából olyan mértékben politikailag támogatott, elismert egyházakká, mint amilyenek a mondjuk a római katolikus volt hosszú időn keresztül. Ugye? És ez befolyásolta azt is, hogy milyen, hát kulturális nívóra jutnak el a különböző nemzetiségi csoportok. És kétségtelen, hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak, a diplomások körébe, érettségizett körébe magyarok aránya jóval magasabb volt, mint a románoké vagy a csehszlovákoké. De ezt lehetett úgy is interpretálni, és ők így is interpretálták, hogy ez azért van, mert a magyarok nem hagyták, hogy mi érvényesüljünk. Nem kaptunk iskolákat, bezárták a szlovák, három szlovák középiskola volt. Mind a háromat bezárták a dualizmus alatt. Az ottani oktatás szellemére, pánclav szellemére hivatkozva. Már 48-ban követelnek a románok román nyelvű egyetemet, hogy legyen. Nem kapják meg. Tehát lehetett olyan tényekre hivatkozni és szempontokra, amelyek alapján ezt a magyar nemzetiség politikát könnyű volt negatív színben föltüntetni, és ha erre ezek után jön Apponyi a kultúrfölény nyelv, nem csak azzal jött, több más érv is volt, de ez a kultúrfölény volt az egyik, ennek a akusztikája negatív volt. Ez inkább kontraproduktív volt. Vajon miért döntöttek így a nagyhatalmak, ahogy döntöttek? Tehát, hogy Magyarországgal szemben például nem tartják érvényesnek a Wilsoni elveket a népek önrendelkezéséről, hiszen miért éppen Magyarországra nem érvényes az, ugye, ami a többi frissen formálódó közép-kelet-európai ország népeire igen. Ők ezt úgy fogták föl, hogy érvényes, mert hiszen a románok Gyulafehérváron, a szászok Medgyesen, a szlovákok Túrót-Szentmártóban, a délvidéki szerbek azok Újvidéken, a horvátok Zágrábban, mind gyűléseket tartottak, és ott kimondták, hogy nekik ez az akaratuk. A románok abszolút világossá tették, hogy ők 26 vármegyére igényt tartanak már október végén, november elején, és Gyulafehérban azt is kimondták, hogy a román királysággal akarnak egyesülni. Ezt úgy fogták föl, mint a románoknak az akaratát, akik így többségi nemzet volt. Tehát úgy szintén a szlovákok. Itt nem az volt annyira a probléma, hanem az volt a probléma, hogy ezt az elvet, mint az önrendelkezési elvet elfogadjuk, de akkor ezt
ezt azért korrektebben lehetett és kellett volna alkalmazni. Ha ezt korrektebben alkalmazzák, ezt az önrendelkezési elvet, az etnikai elvet, abban az esetben valószínűleg, hogy egy sokkal szívélyesebb viszony tud kialakulni Magyarország és a szomszédai között, mint így. Mert ha egy korrekt etnikai választóvonalat állapítanak meg, amit megtehettek volna, mert tudták, hogy hol van, abban az esetben például román relációban ma a Székelyföld lenne csak a probléma, a Partium nem, és hát mondjuk Kolozsvár a kettő között, de hát ugye vannak kevert területek, ahol kimondhatjuk a nemzetek önrendelkezési elvét, de az egyik falu német, a másik magyar, a harmadik román, tehát ott ezt nagyon nehéz érvényesíteni. Nem mindenhol lehet a területi elvet, az etnikai elvet érvényesíteni, ezért merült föl Erdéllyel kapcsolatban újra és újra, hogy valószínűleg Erdélyt egy ilyen kis kelet-európai államként, független vagy félfüggetlen államként kellene újjászervezni, az itt élő, akkor még itt élő három népnek, három nemzetiségnek az egyenjogúságára alapítva. Tehát azóta ugye, ez itt el is hangzott a konferencia bevezetőjében, itt jelentős változások történtek, tehát egyrészt a magyarságnak az aránya több mint 30%-ról lecsökkent 20% alá Erdélyben. A szászok lényegében eltűntek, ugye azt Németország kivásárolta őket, vagy ha tetszik, Ceausescu eladta őket. Ők sincsenek, a magyar. Tehát itt ez egy kompaktömb van, nagy kompaktömb a Székelyföld, de egyébként a szorványosodás nagyon erősen előre haladt. Tehát itt ismét azt mondom, hogy demográfiailag ez a viszony megváltozott, és ezért ez a rendezés államjogilag nyilvánvalóan végleges. Amihez persze hozzá lehet és hozzá érdemes tenni az, hogy mindaddig, amíg magyarok laknak Erdélyben, addig Erdély magyar is, a magyaroké is, hogyha államjogilag Romániához is tartozik. De hát úgy látszik, hogy a demográfiai arányoknak az eltoldása következtében ez a transzilván gondolat, a három nemzet egyenjogúságára épülő, ez hát eléggé idejét vesztette, illetve nem igen látom, hogy erre többségi részről fogadókészség lenne, és ez már nem is három nemzet, inkább kettő tulajdonképpen, mert hát szászok vagy svábok nem igen vannak, amennyire én ismerem a statisztikai adatokat. A trianoni béke aláírására 1920. június 4-én a Nagy Trianon palotában került sor, ahol Benárd Ágoston és Drass Lázár Alfréd írta alá a trianoni békediktátumot. Ezzel szentesítették a történelmi Magyarország szétszakítását. A trianoni békepontjai ismertek. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Ennek megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, 20 milliós középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, 8 millió lakost számláló kisállammá vált. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt. A délszláv állam a délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját. A béke a térség stabilitása szempontjából káros volt, hiszen a győztes-vesztes ellentét kiélezése megszabta a kényszerpályákat. Magyarország a revízió útjára lépett. A megalakuló kisantant pedig a megszerzett területek görcsös védelmére rendezkedett be, melyek mentén Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott.